köszöntitek a Hétmester lövésszel, így szombat délután. Uzsér Robert és Dinnyés Gergő a műsorban. Kellemes délutánt. Nagyon bízunk benne, hogy tanulságoktól sem mentesen, és ugyanakkor szórakoztatóan telik majd ez a következő két óra, amelyre készülhettek. 0629-986-986 az SMS számunk. Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy várakozással tekintünk a következő két órára. Különösen a szeretet lesz szerintem nagyon erősebben az igen, két órában. Egy túláradó, áradni fog. Igen, egy túláradó szeretet. Azt lehet mondani, hogy nem lesznek a szeretetnek határai. És akkora hullámai lesznek, amelyek minden gátat áttörnek, mindent elöntenek. Kicsit szégyeljük is magunkat, hogy az eddigi adások során, most már vagy két éve, soha nem éreztünk még igazi szeretetet. Mindig csak mindenféle... Valamiféle vízfényét éreztük. Igen, vízfényeket. Soha nem... Nem tudtuk rendesen kiáradni. Nem hoztuk el magunkból elő azt az érző lényt, ami mindannyiunkban benne rejtőzik. Mert mindig egy kicsit visszafojtottuk magunkat, mindig egy kicsit visszafogtuk magunkat. Talán attól féltünk, hogy megszégyenülünk. Igen, talán pedig nem szégyen sírni olykor, nem szégyen az érzelmeket valóban átélni. És hallgatók is úgy érzem az SMS-ekből, vagy egyáltalán abból, hogy hallgatják ezt a műsort, abból úgy érzem, hogy nem hozták magukból elő azt a félő kisgyermeket, aki csak szeretetre vágyik, és aki csak szépet és jót, néha keserédeset akar látni a moziban. Gyerekek, ott van bennünk, mindannyiunkban az a kisgyerek, aki elvesztette a szüleit, barátokra vágyik, keresi az igaz szerelmet, és szeretné ezt az életet valahogy jól, értelmesen, szeretetben átélni. És aki unja azt, hogy a pénz, a munka, a matériák világában élünk, és néha szeretne egy éteri psíkon, az érzelmek síkján is néha élni, hiszen attól vagyunk emberek, hogy érzünk, hogy szeretünk. Én azt mondom, hogy ezt a kisgyereket ne folytsuk vissza többé. Most itt ebben a két órában engedjük őt kiáradni. Engedjük szabadjára. Szabadítsuk őt ki. Szabadítsuk ki. Igen. És hogyha kiszabadul, akkor higgyétek el, hogy mi magunk is felszabadulunk. Tehát próbáljunk meg eljutni az ő érzelmi szintjére, mert ő a mi őszintébb részünk. Ő a mi jobbik részünk, és azt gondolom, hogy fel kell nőnünk hozzá. És ebben segítenek minket ezek a hollywoodi filmek, amelyeket összegyűjtöttünk a mai adásra. Sajnos csak 10-et tudtunk most bemutatni, vagy tudunk most bemutatni. Ajándékba egy kis csokor nektek, tőlünk. Átnyújtjuk. Igen, nagy szeretettel. Sokat gondolkodtunk, hogy melyek lehetnének azok a filmek, amelyek erre a listára felférnek. Sok jelölt közül válogattuk össze ezt a 10-et, és aztán a sorrenden is nagyon sokat vitatkoztunk, mert egyik megkapóbb, mint a másik. Egyik elragadóbb, mint a másik. És ahogy nem szégyeljük bevallani a könnyeinket, nem szégyeljük bevallani a nyálunkat sem, hogy maradjunk a testfolyadékoknál. Igen. És nem szégyeljük azt, hogy azokat a filmeket, amit mi oly nagy örömmel hozunk nektek, mások nyálasnak tartanak esetleg, és esetleg még azt mondanák, hogy a mai adásban minden idők 10 legnyálasabb filmjét mutatjuk be, de mi inkább azt mondjuk, hogy minden idők 10 legmegigazítóbb. Igen. Valami melegséget érezni itt bent, itt a melkasodban, amikor a torkodban a gombóc az eloszlik, és akkor azt érzed, hogy valami szívbéli jóság elöntött téged, és hagyod kiáradni a környezetedre, tehát hagyod, hogy a te boldogságod másokat is boldogítson. Valami ilyesmit tervezünk mi erre a következő két órára. A nagymama lekvárja egy anyáknapi ünnepség, egy csoportvirág, amit ezek jelentenek. Többet jelentenek, most nektek. Többet jelentenek 100 szónál, és többet jelentenek 1000 céges értekezletnél, ezt higgyétek el nekünk. Ezt mi mondjuk, mi ketten, a Gergő meg én, nagy szeretettel. Igazán. Úgyhogy következhet az a 10 film, amely 10 filmet mi a magunk részéről a 10 legmegrendítőbb szívbéli filmünknek tekintünk. 10 legszívhez szólóbb. Igen, igen. És nem érdekel, ha valaki azt mondja, hogy ez a minden idők 10 legnyálasabb filmje lesz. Sőt, az ilyen cinikus nézetektől mi itt és most elhatárolódunk. Szóval következzék az a 10 film, amelyet a rossz nyelvek, azok a valaha volt 10 legnyálasabb filmnek nevezhetnének, de mi tudjuk, hogy ez nincsen így. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film pedig nem más, mint a Benjamin Button különös élete című film. Ez a Benjamin Button, ez tulajdonképpen már egyszer, valamikor, valaha már volt műsoron. Csak akkor nem így hívták, de az ő szerzője,
a forgatókönyvíró, bizonyos Eric Roth, az ugyanaz a személy, aki annak idején azt írta. Azt az illetőt annak idején Forrest Gumpnak hívták, és egy nagyon-nagyon sikeres, és egy szerintem elég jól sikerült filmnek volt a film. Igen, az tényleg szívfeszóló, de még éppen szerintem néha átbillan azért a nyálasba. De... Igen, azt is a nyálánál fogva kell visszalöpni a túloldalra. De valahogy még megtartja, nehezen is, de megtartja azt az egyensúlyt, ami miatt még azért tolerálható. És minek révén tartja meg az egyensúlyt? A humor révén tartja meg az egyensúlyt, meg a történelmi... Bizonyos szinten nem veszi magát túl komolyan. Pontosan, és a történelmi tényekhez való sajátos viszonya révén találja meg az egyensúlyt. Kicsit az is necces film, de még mondjuk belefér. Na, és most itt van velünk a rossz fej Forrest Gump, aki nem más, mint Benjamin Button. Benjamin Button, aki egy fura rendellenességgel éli le az életét, mert hogy ilyen nagyon vénnek születik, és aztán egyre fiatalodik az évek során, aztán a legvégén meg csecsemőként végzi be. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés valóban, és mondjuk... Ez egy igazi hasonlat, egy parabola. Igen. Mire? Az életről szól. Mintha visszafelé lehetne élni, vagy ilyesmi. Csodás lenne, vagy borzalmas, nem is tudom. A film minden esetre rettenetesen unalmas, teljesen érdektelen. Még az a sztori egy negyedórás rövidfilm számára pont ideális is lenne, de 166 percen keresztül nézni. Azt hiszem, hogy novellából íródott, hogyha jól tudom, és egy novellának jó pofa, mint felvetés kétségtelenül. Ja. Na most itt tényleg arról van szó, hogy a Benjamin Button az a humortalan Forrest Gump, egy az egyben. Tehát itt nincsen asztali teniszezés a népi Kínában, nincsen Dr. Pepper üdítő, nincsen húgyhólyaggal teli téblábolás Kennedyvel a Fehérházban, nincsen Dani Hadnagy, ugye Dan Hadnagyra emlékezhettek, ugye a keresztnevén szólította őt rendszeresen Forrest, mint kvázi Dani Hadnagyot. Ezek voltak azok a gesztusok, amelyek a Forrest Gumpnak a mélységes pátosza ellenére szerethetővé tették ezt a figurát, és szerethetővé tették magát a filmet. Most itt ehelyett, itt ebben semmi humor nincs ebben a filmben, hanem dagályos unalom, és mindez 3 teljes órán keresztül. Tehát, hogy ez... Én úgy nem is tudom, hogy mikor szenvedtem életemben, mint amikor megnéztem a Benjamin Button különös életét. És hogy a párhuzamok azok tagadhatatlanok, tehát egy az egyben ugyanaz. Tehát, de annyi vonatkozásban, hogy felsorolni se lehet. Tehát, hogy egy kisgyerek, akinek fejlődési rendellenessége és beilleszkedési zavara van. Ez kicsoda? Forrest Gump vagy Benjamin Button? Ez mind a kettő. Van egy rákászhajó, amin szolgál a Forrest Gump, ez most egy vontatóhajó. Van egy tolpihe, amit ide-oda fúj a szél, és dramaturgiailag fontos pillanatokban tűnik fel a Forrest Gumpban. Itt van egy kolibri, amelyik éppen ugyanazokban a dramaturgiailag fontos pillanatokban ezekkel jelzi a rendező, hogy most kéretik sírni, amikor a kolibri feltűnik az ablakban. De Benjamin Button ugyanúgy elmegy a háborúba, ahogyan Forrest Gump elmegy a háborúba, ugyanúgy hullanak körülötte az emberek, a haverjai, bajtársai, de ő hazatér a mamához szó szerint, pontosan úgy, mint Forrest Gump. Életének egyetlen egy szerelme van, csak úgy, mint Forrest Gumpnak, és ez a csaj eleinte nem képes felnőni az ő szerelméhez, de aztán végül, amikor benő a feje lágya. Benő, vagy kinő, vagy... Igen, akkorra azt lehet mondani, hogy igen, akkor elfogadja őt, és akkor egymásra találnak, és szerelmesek lesznek, és boldogok lesznek. Hát, és még a filmnek a tanulságát is körülbelül hasonló módon lehetne összefoglalni, mint a Forrest Gumpét. Az élet az van, ugye, az hömpölyög. Élni kell. Kissé furcsa az élet, sokszor nehéz, de ne feledd, akárhová is vet a sors, légy mindig önmagad, sose csüggedj és szeresd a mamát. Hát körülbelül mindkét filmnek, ugye, és mondom, a minden hasonlóságnak a magyarázata az a legfőbb hasonlóság, az egy gyűrű mint felett, hogy mindkettőnek a forgatókönyvét Eric Roth írta. Csak én azt nem értem, hogyha én írok egy forgatókönyvet, ami annyira sikeres lesz, hogy Forrest Gumpot forgatnak belőle, aztán Oscar-díjat kapok érte, meg amit akarsz. Elhalmoznak engem oszkárokkal, pénzzel, ajánlatokkal, én leszek Hollywood forgatókönyvíró hercege, akkor miért írom meg a sztorit még egyszer? Miért? Mi szükség van erre? Hát sok tehetséges, vagy tehetségesnek kevésbé mondható szerző, dalszerző és a többi belekerül ebbe, hogy egyszer valamit nagyon eltalál. És nem is vitassuk, hogy abban az adott dologban tehetséges volt, és az tényleg jó, de úgy marad. És írja a számtalan folytatást, mit tudom én, most csak egy teljesen más példát, hogy mondjak, nem tudom, ki szereti a Dűne című könyvet, nem a filmre célzok, hanem a könyvre, és hát jó néhány ember belefut abba, hogy jaj, de jó, van egy folytatása, jaj, de jó, még annak is van egy folytatása, és egyfajta
fokmérő, hogy ki az, aki a harmadik, vagy a negyedik folytatásnál kezdi úgy érezni, na menjenek most már a francba. Tehát, hogy egyszerűen egészen egyszerűen valahol megragad és ott marad. Minden esetre szerintem érdemes itt pár szót azért a rendezőről is szólni, nem csak a forgatókönyvíróról, mert ő viszont nem maradt meg. Hát igen, David Fincher. Nem tudom, hogy ez mond-e nektek valamit ez a név. Ha nem, akkor hadd említsek néhány. Apu lángoló pofája vagyok. Igen. Apu szégyenkező, lesütött tekintete vagyok, amikor David Fincher nevét említem a rossz fej Forrest Gump alias Benjamin Button kapcsán. A hetedik című film, hogy más nem mondjak. A játszma című film, hogy más nem mondjak. Vagy a harcosok klubja. Ezek kiváló filmek. A hetedikre rá merre mondani, hogy az egy 9-es film, vagy egy 9 és feles. Én pedig a harcosok klubjára. Valaki azt mondja nekem, hogy a harcosok klubja szerintem a világ legjobb filmje, akkor azt mondom, hogy speciális szerintem nem a világ legjobb filmje, de tök jogos, hogy te ezt gondolod róla. De akceptálom a véleményedet. Igen. Azért. Igen, én meg azt mondom a hetedikre, hogy a hetedik, hát mikor mi a 10 valaha volt legjobb filmet listáztuk, akkor a hetedik az ott volt a hetedik helyen. Tehát ez nem véletlen, hogy a hetedik. Na most, és akkor utána elindult, már mondom, már a hetediknél már a játszma gyengébb volt, de ezek még kiváló filmek. Tehát a hetediknél gyengébb filmet csinálni még mindig egy hatalmas teljesítmény lehet. És aztán jött a lassú ereszkedés. Jött a pánikszoba, ami már egy ilyen teljesen tipikus hollywoodi klisékre íródott thriller volt. Nézhető volt, de semmi több, és David Finchertől ez akkor 2002-ben már kevés volt. Aztán jött a Zodiákus című teljesen zavaros, mélyen unalmas gagyi krimi, ami már egy ilyen, hát maximum a 4-es, 10-es skálán, és az ereszkedés az mély repülésé beváltott át. És a Benjamin Button különös életére lehet azt mondani, hogy itt már zuhanó repülésről beszélünk. Mi fog történni, amikor sor kerül a becsapódásra? Tehát ki fog amikor gyulladni? Megkapja a Hollywoodtól a... Hát már erre is tulajdonképpen erre a filmre is már 3 Oscar jött, tehát... Na hát igen, pontosan. És valami 13 Oscarra jelölték, csak aztán az utolsó pillanatban észbe kaptak a nagyhatalmú és nagytudású akadémiának a szavazóbiztosai, vagy kik. Igen, tehát a legjobb filmet az végül is azért... Nem, észbe kaptak, hogy úristen, hiszen ezt a filmet mi már egyszer kitüntettük egy csomó Oscarral, csak akkor Forrest Gumpnak hívták, és hirtelen visszavonták a 13 jelölésből a 10-et, és akkor csak 3 Oscart kapott meg, azt is valami animációért, vagy miért, vagy ilyen kompjútertrükkökért, vagy miért kapta. Vizuális effektusokért ugye a sminkért, és a művészi rendezés, ami nem a rendezés kategória, hanem vannak ezek a vigasz Oscarok. Hát igen. Ezek mondhatjuk, hogy jó indulaton ezek szakmaiak, mert most lehet, hogy tényleg vizuális effektusban épp nem volt jobb. Szóval az Oscar díjkiosztón megbukott a film, de nem is csoda, mert ez a film egy undormány, rettentő dagályos, elviselhetetlenül nyálas, hömpölyök 3 órán keresztül, gyakorlatilag végignézhetetlen. Én azt gondolom, hogy a David Finchernek a következő filmje, hogyha ez a tendencia folytatódik, bemutatják, és ki fog gyulladni a vászon. És leég a mozi, mondjuk. Tehát ugye ezt már fokozni nagyon-nagyon nehéz lesz más eszközökkel. Hát vagy hát a magához tél. Szóval ez volt a tizedik. Soha se késő belevágni valami újba, de az én esetemben sosincs túl korán, hogy azzá váljak, aki lenni akarok. Erre mindig van idő, úgyhogy akkor kezded el, amikor csak akarod. Megváltozhatsz, vagy maradhatsz a régi. Erre nincsenek szabályok. Rajtunk múlik, hogy jól választunk-e. Remélem, te jól fogsz választani. Remélem, hogy káprázatos dolgokat fogsz látni. Remélem, hogy majd megismered a szenvedélyt. Remélem, hogy sokféle emberrel fogsz találkozni. Remélem, hogy olyan életet élsz majd, amire büszke lehetsz. És ha mégsem így lesz, akkor remélem, lesz benned annyi erő, hogy újra kezdhessd. Gyötrelmes. Csupa különböző emberekkel fogsz találkozni. Geri, én nagyon remélem, hogy az életed során sok emberrel fogsz, különbözőekkel fogsz találkozni. Nem pedig ugyanazzal és annak klónjaival fogsz találkozni. Talán ezt a Star Wars-ban Luke-nak kellett volna mondani, amikor ment a birodalmi harcosok ellen, ugye a fehér
hogy mondják, az páncélzatúak ellen, nem csupa egyforma emberrel fogsz remélem találkozni, pirosak, kékek. Kedves hallgatók, nagyon remélem, hogy amiközben rádióztok, különböző műsorokat fogtok tudni hallgatni, különböző rádiókészülékeken fogtok tudni műsorokat hallgatni, különböző ruhákban fogtok rádió az műsorokat hallgatni. Az időjárásen minden nap ugyanaz lesz. Igen, néha majd esik, néha majd fúj, de ne felejtsétek el. Kisüt a nap. A rádió az mindig rádió lesz. Akkor is, ha majd más készüléken hallgatjátok, akkor is, ha ti magatok is kicsit mások lesztek. És akkor is szólni fog, mikor kisüt a nap, és az eső után megjelenik a szivárvány. A 9. helyezett mai listánkon. Ez a Szabadítsátok ki Willit című film. Hát igazából azt is mondhatjuk, hogy amikor összeállítottuk minden idők 10 legnyálasabb filmjének listáját, akkor nyugodtan elindulhattunk volna úgy, hogy a 10 legkedvesebb kutya történetet összegyűjtjük. Mert hát az állatokról mindig olyan keserédes gondolataink támadnak, de miért is tulajdonképpen? Tehát miért van az, hogy az állatokhoz oly szorosan hozzátartozik a gics, hogy csak gicses módon tud róla Hollywood értekezni? De Hollywood annyi mindenről tud gicses módon értekezni. Nem hiszem, hogy az állatok a hibásak. Nagyon nagy hiba lenne az állatokat kinevezni bűnösnek. Még sem az állatokat hibáztatom. Igazából én azt mondtam, hogy a Robinak, hogy mindenféle körülmények között legyen egy állatos film, teljesen mindegy, hogy melyik a listán. Azért választottuk ki a Szabadítsátok ki Willit, mert az elég ikonikus, és hát 3 folytatás is készült, illetve egy eredeti és 2 folytatás, de hát olyan filmek, olyan lehetőségek a Leszi hazatérésétől kezdve, vagy hát nem tudom, ki emlékszik esetleg a Patacsata című filmben, amely a vándorcirkusz elveszte a viharban egy kis zebrát, aki aztán összebarátkozik a pajtaudvar jókedvű lakóival, akinek bölcsessége és bumfordiságát megismerjük, és akkor utána lázas edzésbe kezdés, hogy a lovakat legyőzze. Vagy ott van a Malac a pádban című film, amelyben a kis vakarc malac ifjonti hebehúrgyasággal és nyitottsággal hát kicsit naívnak tűnik a pajta lakóihoz képest, de aztán kiderül, hogy ott le akarják vágni. És ki segít neki? Ki az egyetlen barátja? A pók, ugye? Akiről nem gondolnak a pók. És mit csinál a pók? Hogyan segít a kis malacnak? Hálót szül a hálóba, betűket sző bele, melyel üzen az embereknek, és mégsem vágják el a kis malacot. Honnan tud angolul a pók? Nagyon jó kérdés. Ezek érdekes kérdések, és hogy honnan tud írni, olvasni? Talán részt vett egy gyors talpaló tanfolyamon? És hát itt van ez a Szabadítsátok ki Willit, ami arról szól, hogy van egy kisgyerek, Jess nevezetű kisgyerek. Jesse, bocsánat. Tulajdonképpen Willy a karcárnyú delfin és Jesse a Bundesliga frizurás kisfiú barátsága. Igen, az, amiről a amiben film az szól. A különös, hogy van köztük egyfajta metafizikai hasonlóság. Mind a ketten olyanok, hogy egy árvák elszakították őket az a szüleiktől. Plusz, és ezzel nyilván összefüggésben senkivel sem kötnek barátságot. Hiába vannak jóságos nevelőszülei Michael Madsen személyében mondjuk. Ezúttal nem pszichopatát játszik. Így van, Jessenek. Valahogy vele nem tud kiegyezni, és egy lázadó marad, csak úgy, mint Willy a karcánnyú delfin, aki nem fogadja el azért akárkinek a barátságát, és azért egy harappós állat. Jé, de furcsa, fogságba ejtünk egy hatalmas ragadozót, egy gyilkost, és aztán nem jó pofasságból átugrik a karikán. Az emberek tényleg ezen joggal vannak kiakadva, de hát mi lehet az oka? Biztos az, hogy még nem kötött egy 12 éves kisfiúval barátságot, ezért lehet egy gyilkos bálna találni ilyen mugorva, amikor fogságba ejtettük őt. Nyilván ez az egyetlen lehetséges magyarázat, és a film végtelenül gyötrelmesen és érdektelenül mondja el azt, hogy aztán ez a kisfiú kiszabadítja ezt a nagy bálnát, és az idomárok pórú, ez nem az idomárok, hanem a foglyulejtők pórújárnak. Apró pikantéria, hogy az a delfin, aki ezt eljátszott ezt a szerepet, Keiko nevezetű tévesen női névvel illetett hím bálna, ő valóságban is egy elég rossz körülmények között raboskodott, és a film után gyűjteni kellett, hogy kiszabadíthassák Keikót, tehát a Free Keiko mozgalom tudta őt kiszabadítani. Mert Free Keiko mozgalom volt, igen, hogy abszolút. A Warner Brothers, amelyik leforgatta a Szabadítsátok ki Willit című filmet, a fogságba ejtett
karcárnyú delfinről, utána nem volt hajlandó saját költségén. Nem, ez nem egészen így van, egy mexikói állatkertbe raboskodott, mert az amerikai állatkertek egyike se volt hajlandó megengedni, az ő bálnája forgassa, ugyanis az ciki lett volna, hogy a milyen rossz körülmények között van a bálna. Ezért egy mexikói bálnát kell bemutatni, és aztán a Warner Brothers volt az egyik legnagyobb támogatója a Free Keiko mozgalomnak, és bőkezen adományozott pénzt, hogy a volt színészét kiszabadítsák. Ez csodálatos. Ez csodálatos, és megindító, és megható. Csak úgy, mint a második rész, amelyben olaj ömlik, nyers olaj ömlik az öbölbe, és három bálna élükön Willivel az öbölben rekednek, és eközben Jessie-nek nem csak őt kell újra kiszabadítani, hanem féltestvérét Elvist is, aki anyjuk halála miatt hozzá keveredett, őt szintén ki kell szabadítani abból az érzelmi sikátorból, amiben megrekedt, és a kettő együtt szabadul ki. És még van harmadik rész, sőt én úgy tudom, hogy még további folytatás is készül, annak ellenére, hogy a természetben sajnos a valódi bálna elpusztult, de ma már a komputer animáció lehetővé teszi, hogy ennek ellenére tovább játszhassa ezt az örök szerepet. Hát valami borzalom. És az az igazság, hogy bármelyik állatos filmet veszük elő, akkor ez van. Akkor ez nincs. Ez a hihetetlen hiányérzet van, a józanész és az ízlésnek ez a hiányérzete. És hát az a helyzet, hogy az állatok nem ilyenek. A valóságban nem ilyenek, az állatok csodálatosak. Ha valaki a valós állatokat ismeri, vagy akár David Attenborough-nak a filmeit, akkor láthatja, hogy az állatvilág valóban csodálatos és csodálatra méltó. Akár tudományos szemszögből, akár mint a világ csodája, mint Isten szép világa szemléljük az állatvilágot, minden esetben megérint. Na de nem ez a gics, hogy a bálna a kisgyerek panaszaira bólogatással felel, hogy kommunikál vele, hogy ő megérti, hogy embert csinálunk vele, és mégpedig egy rossz, buta, szentimentális embert csinálunk az állatokból. Ezért szeretjük az állatokat. Mondd csak, Willy. Hiányzik a családod? Tudod, az anyám egy szemét. Nem törődik velem. De még magáról sem tud gondoskodni. Kis ráckorom óta nem is láttam őt. De azért még mindig hiányzik. Greenwoodék, ők jó fejek. Nincs velük semmi baj. Olyan furcsa, sehogy sem jövök ki velük. És ez már így is lesz. Persze rosszabb is lehetne. Komolyan. Ugye érted? Biztos neked is nagyon hiányzik a családod. Remélem újra megtalálod őket. Nagyon szeretlek, Willy. Geri, nekem nagyon hiányoznak a hallgatók. Szerinted lehet, hogy majd írni fognak nekünk? Szabadítsatok ki minket ebből a helyzetből, amibe kerültünk. Ebből az érzelmi csapdából, amibe kerültünk. Ne büntessetek minket szeretet megvonással. Nem, úgy érezzük, hogy az érzelmüket csak mi merjük átélni, és nem vagytok velünk. Talán még föl kell oldódnia valaminek, de ne féljetek, mert 8 olyan film jön, ami nagyon sok mindent fölold bennetek. 0629986986. Írjatok nekünk, gyerekek. És szabaduljon el a könnyek gátja. Szeretünk titeket. Dinnyi és Gerivel. Hát igen, ez a mai nap, amikor a 10 mi szerintünk legnyálasabb filmet sorrendezzük föl nektek. És itt a szubjektív rész, tehát hogy mi szerintünk, az nem azért van, hogy ezek szerintünk nyálasak, csak nem. Az a kérdés, hogy azt a pár nagyon-nagyon nyálas filmet, amit nem hoztunk ide, mint nem lesz a Holdköltők Társaság, vagy egy poént lelőjek. Miért nem? És hát mi magunk se tudjuk indokolni, csak azzal, hogy a 10-et egyszerűen 10-ben kellett meghúznunk. Ez a 10 legnyálasabb film, szerintünk legalábbis. Fiúk, próbálom megérteni a mai műsor témáját, hogy kiírjam a Facebook page-ére, de eddig nem sikerült. Top 10 nyál parádé? Kérdezi Kósza. Szerintünk sikerült. Sikerült megfejtened. Szabadítsátok ki Robit, jó a műsor szokott módon írja nekünk B. Nagyon sértőnek tartani a Robit egy gyilkos bálnához hasonlítjátok. Nem, téged hasonlítanak azokhoz a gonosz tűkésekhez, akik fogságba ejtik, és aztán a víjogásához. Nem, a 12 éves kis komiszkölyökhöz hasonlítanak. Szelidíts meg, kérlek.
nem azt szeretném, hogyha a rádió hullámain tudnék így víjogni a kedves hallgatóknak, ők pedig összegyűlnének és pénzt dobálnának szabadításomra. Azt kell tudni, hogy ha Robinak dolgok egy heringet, akkor mindig ilyen csipog, és így aranyosan a fejét ingatja, és ezért szeretem Robit, és ezért hallgatjátok szerintem ti is a műsort, és ezért szeretjük az állatokat, és Hollywoodot, ahogy az állatokról beszél. Robi, ne sírj, you are not alone. Nagyon profik vagytok, hogy ilyen kókasztó dögmelekhez, ilyen fárasztó és vihogtató témával jöttök, de lesz nyál nélküli tényleg szép film? Lesz, de nem ma, az biztos. Sziasztok! Biztos lesz, csak még Hollywood nem tudta elkészíteni. Én rájöttem egyébként arra, hogy Hollywood ma azt a szerepet játsza, azt a helyi értéket tölti be, amit hagyományosan a keresztény középkorban a Vatikán töltött be, tehát az ideológiai előörs, amely hát tulajdonképpen az akkori globalizmusnak a motorja az a római katolikus egyház volt, amely a saját franchise-át, amik ugye ezek a templomok voltak, meg hát az ehhez tartozó liturgia, az oltárokkal, a szentségekkel, meg mindazzal azzal a eszkatológikus rendszerrel, amelyből felépült, azt mindenhova, egész keresztény világba eljuttatta. És ma azt gondolom, hogy ma ez Hollywood. És ami akkor az evangélium volt, Krisztus életének, kereszthalálának és feltámadásának a története, azok ma ezek a nyálfilmek. Tehát ezek azok, amik ma megváltanak titeket, ezek azok, amik ma Krisztus sztorinak a helyére léptek. Csak van három különbség, hogy soha nem volt a Vatikának akkora befolyása, mint Hollywoodnak egyrészt. Meg soha nem foglaltál akkora területet. Hát így is értem. Másrészt hogy mondjam, azért a Vatikán szembenézett ezzel, és valamilyen szinten meg tudott újulni. Nem tudom, hogy Hollywoodról ez elképzelhető-e. Illetőleg még Vatikán a legsötétebb pillanataiban is több ízléssel rendelkezett, azt gondolom. Igen, meg azért ne hasonlítsuk össze Willinek a fogságban élő szegény kis gyilkos bálnának a történetét. Mondott, hogy ne hasonlítsuk Jézus össze. Jézus Krisztus kereszthalálával. Most tetted meg. Igen, nem úgy értettem. Na, szóval nem lítsuk egy lapon. Vagy azt is most tettem? Igen. Ijesztően mindent megtettél, amit nem kellett volna. 0629986986 az SMS számunk, amin írhattok nekünk. Írjátok meg, hogy szerintetek melyek azok a übernyálas filmek, amelyeket erre a listára ti azért odaszánnátok a szívetek szerint. A szó szerint és szigorúan a szívetek szerint. Mai listánk 8. helyének birtokosa Joe Black, ha eljön. Igen, ő az, semmi kétség. Amikor a halál is szerelmes. Igen, a halál. Mert hogy is ne lenne az? Abba a csodálatos lányba, abba a szempárba. Meg, azért is... a halál is csak ember, nem? Meg a mogyoróvajat. Hát az hogy ne szeretné annyira, amikor az olyan jó. Meg a halál is néha szabadságra megy. Néha egy kis szeretetre vágyik, egy kis izgalomra, egy kis vérpesdítő kalandra. És a halál is meghajol azelőtt, hogyha egy ember úgy éli le az életét olyan bölcsességben és olyan teljességben, hogy aztán bátran néz az ő szemébe, a haláléba, mármint hogy az övébe, azelőtt a halál is kénytelen meghajolni, fejet hajtani és elismeréssel adózni. És mikor ezt látjuk, akkor mindannyian azt érezzük, hogy hát igen, így lesz vége. És hát ki más lehetne a halál, mint Brad Pitt, aki a szemünk láttára lesz szerelmes. Az utolsó filmje a Fight Club előtt. A Brad Pitt második nagyon gáz korszakának vége, ugye az első, amikor a Dallasban hosszú hajjal volt a szép fiú, és akkor a második, ez a, nem is tudom, folyószeli ketté, vagy mi volt az, vagy keverem a filmeket, valamilyen folyós film volt, és aztán ugye ezzel a Joe Black-kel tetőzött be ez a szépen fésült korszaka, és akkor végre utána fölborzolta a haját, és akkor kicsit úgy mentette a menthetőt. Nem is olyan régen zajlik ez a műsor, de Brad Pitt már másodszor kerül szóba, már a második főszerep az, ami miatt kárhoztathatjuk őt, és teljes joggal. De itt nem a színészekkel van egyébként gond. Csomó olyan film van itt a listánkon, ami nagyon híres, nagyon elismert, rettenetesen nyálas, borzalmas, és akár jó színészek nagyon rosszul, akár rossz színészek nagyon rosszul játszanak. Ez az akár, a film, ahol Anthony Hopkins kiváló. Akár jó színészek nagyon jól játszanak. Nyilván Anthony Hopkins egyébként mindig kiváló. Brad Pitt se rossz, hát most te hogy játszanád a szerelmes halált? Tehát kevésbé nyálasan? Ennél én nem játszanám nyálasabban egy kicsit sem. Az igaz. Az igaz, de legalább meg kéne próbálni. Szóval, hát ez az Eljön Joe Black, ez egy
förtelmes, köpedelmes rossz ízlésről tesz tanúbizonyságot. Legalább a halált, legalább élet és halál kérdéseit, legalább ezeket a végső dolgokat hagyjuk már ki ebből a nyáladzásból, ha szabad kérni. Tehát ne csináljunk már, ne csináljunk már gicset belőle. Nem, az a baj, hogy a Hollywood a saját gicses, rossz ízlésű, ordinári tematikáját azt vallási szintre emeli. És ugyanígy beszél egy futballcsapatról, ugyanígy beszél egy gyilkosbálnáról, és ugyanúgy beszél az elmúlásról. Neki ez a nyelve. Ez a nyelve, amiről csorog, az a bizonyos nyál. Igen, amelynél fogva a 8. helyre az Eljön Joe Black-et mindenképpen oda tettük. Láttam ezt a csókot. Láttam, hogy láttad. Nos, rossz nővel kezdesz, rossz időben, rossz helyen. Ezt majd én eldöntöm. Az apja vagyok. Már megbocsáss, Bill, de nem kérem az engedélyed. Pedig nem ártana! Csak besétálsz hozzám, mint egy vendég, akit senki se vár, felforgatod az életemet a lehető legrosszabb hírrel, most meg a lányommal kavarsz. Kavarok? Igen! Ne kérdezz állandóan vissza mindenre, amit mondok. Kavarsz! Flörtölsz vele, és még mit nem. Egyszer csak színre léptél. Ha. Miért pont engem? Még mindig nem értem. Mert lendületes vagy, és kiváló. Mert nagyszerűen irányítasz. Szép életet éltél, amit nagyon hasznosnak találok. Mit akarsz? Ha? Mindenki akar valamit, Joe. Cseberből vederbe teszel engem. És azt hittem, tudom, ki vagy. Nem volt egy nagy öröm, de elviselhető volt. De most mást érzek benned, valami nagyon különöset. Mit akarsz tőlem? A Perisféle tanáccsal élek. Keresem a csipetnyi izgalmat, sóhajnyi borzongást, ami nélkül nincs értelme élni. Érted, mire gondolok? Ezzel megszeged a világ törvényeit. Melyik világét? Bármelyikét, mely valaha is létezett. Lehetsz te a profi, Joe, de én tudom, ki vagy, és eltájoltad magad. Nem tetszik nekem, amit mondasz, és ahogy mondod. Én viszont szarok rá. Hadd emlékeztesselek, Bill, hogy most nem a védelmezett kérővel vitázol, hanem velem. Légy óvatos, Bill. Hagyd a billezést, te kurafi. Még egyszer mondom, légy óvatos, Bill. Miért pont William Perisért, ugye, Sir Anthony Hopkinsért, akinek a magyar hangja Sinkovics Imre. Hát nincs hiba a színészekkel. Itt abszolút nincs hiba a színészekkel. Stoll András is kiváló szinkrohang, akár ilyen balesetet is. A Brad Pitt is egy jó színész, semmi kétség. Itt a Martin Brest-tel, a rendezővel van a nagyon nagy probléma, meg Alberto Casillával, aki az írója. Ezt a forgatókönyv még sokkal gyászott. A rendező igazából itt mit tudott volna ebből a sztoriból kihozni? Hát ha fogja és kidobja. Miért a forgatókönyvét. Miért kellett megrendeznie, forgatókönyv... mert ilyen rossz az ízlése? Hát igen, tehát jó, hát ha kidobja a forgatókönyvet és megrendezem hogy egész mást, akkor... Mondjuk az, bármi mást fogalmazunk. Az éjszakai rohanást, vagy ugye a kiváló filmet, amit rendezett korábban, igen. Akkor az jó lett volna. Ja, de mondjuk az Asszony illata az egy nagyon hasonló film ehhez egyébként, ahol szintén kiváló alakítások és egy borzasztóan nyálas külsőségekben. És ott is sír a végén a halál? Nem, ott a halál nem sír a végén. Na azért akkor nem olyan nyálas. Nem, hát annyira nem lehet, mint ez, nyilván azért került föl ez a listánkra. Igazából méltó lenne, ha előbb lenne, mint a 8, csak hát még van 7 olyan, ami még ennél is durvább. Szóval amikor William Parrish megkérdezi Joe Blacktől, alias a haláltól, ugye, hogy miért pont én, miért pont értem jött el? És akkor az a válasz, hogy mert dinamikus vagy, mert ez a halálnak bejön, tehát hogyha meglehetősen dinamikus vagy, és nagyon jól fölfuttatsz egy céget, mondjuk egy kisvállalkozásból egy nagy világcéggé, mondjuk 30 év alatt, akkor a halál az kiszemel téged, és azt mondja, hogy ez igen, ezért személyesen jövök lesz, el, és belezúgok a lányába. Lesz még egy ikonikus film itt a listán, ahol szintén az üzlet és a halál nagyon csúnyán és érthetetlenül keveredik, de itt mégis inkább érthetetlen az, hogy mi
köze van a cégegyesítésnek és a tőzsdei vagy tulajdonviszonyokban lévő manipulálásnak az egészhez? Miért az egészhez, miért van, miért érdekes, miért mutatják? És miért üzletelnek ebben a filmben? Igen. Erre mi szükség van? Olyan esetben is, amikor adóellenőrnek vallja magát a halál a végén. Olyan... Szóval ezzel megmenti a céget. Igen. Mert hogy a cégnek annak meg kell, és egyáltalán az is gyalázatos, hogy ebben a filmben felépítették a jóságos tőkésnek így a karakterét. Van, ugye, akit még a halál is szeret. Igen, William Perry is, aki nem engedi a cégét beolvasztani egy még nagyobb cégbe, hanem egyszerűen csak egy multinacionális vállalat lesz, és nem pedig egy multinacionális trust. és ez csodálatos. Ez becsülendő, ez valahogy egybecseng a világ törvénnyel, és ezt a halál is érzi. Hát én így azt mondanám, hogy hallgassátok meg mondjuk Schubert-től a Halál és a lányka című zeneművet, vagy valamit, hogyha... Ez erre a Halál és a lehányka című. Igen, hogyha valami ilyesmire vágytok, de ezt a filmet ezt szerintem nagyon messzire kerüljétek, és ráadásul, mint oly sok nyálas film, rettenetesen hosszú, több mint 3 óra. És gyötrelmes. Tehát ez tényleg, ez a film, ez rettenetes, elviselhetetlenül dagályos, nyálas, förtelmes. Az Eljön Joe Black, értetek, az az egyik legrosszabb forgatókönyv, amit el tudtok képzelni. A hetedik Ne te magad légy. A hetedik nem más, mint a Sweet November című film. Ez az Édes November. Ez a film, erről azt kell tudni, hogy ez a film egy remake-nek a remake-je. Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, mert annak idején volt az Al Pacinónak egy filmje, amelyben ő egy autóversenyzőt játszott. És ezért a filmért ő annak idején már nagyon-nagyon-nagyon nagy szemrehányásokat kapott az arcába, hogy ebben a filmben hogy lehetett, tehát hogy hogyan és miért ment bele ebbe a koncepcióba, hogy ő ebben a filmben játszott. Ez a Bobby Deerfield című film volt, Sidney Pollacknak a filmje, amellyel elindult tulajdonképpen akkor még ez a hollywoodi nyáladzás még nem teljesedett ki igazán, tehát akkor még gyerekcipőben járt. Al Pacinónak az első olyan filmje volt, ahol ő ezt a szerelmes férfit hozza, és megpróbálja eljátszani. És hát hogy is fogalmazzak? A mai ezekkel a mi listánkon található nyálas filmekkel való összevetésben azért még egy jó filmről beszélünk. De a forgatókönyv az egybe ugyanaz volt, tehát a mi hősünk az egy teljesen begyöpösödött, elidegenedett életet él, mintha egy mókuskerékben élne, és jön a csodálatos nő, aki őt kirántja ebből, és megtanítja őt élni. És csodálatos, köszönöm, hogy megtanítottál élni. Kérlek, légy a feleségem, nem lehet. Miért? Azért, mert rákos vagyok, és meg fogok halni. És akkor ennek rendje és módja szerint meghal, de maga után hagyja a szerelmét, akinek az élete egyszer is mindenkorra megváltozott, és soha többé nem lesz már olyan, mint ő előtte volt. Tehát ő mindent megváltoztatott. Tehát megváltotta ennek az embernek az életét, egy kicsit ilyen krisztusi sztori. Aztán jött ennek egy feldolgozása, az Ősz New Yorkban című film, Winona Ryderrel és Richard Gere-rel. Várjál, ki hagyta az 1968-as Sweet November című filmet, ami alapvetően ez a film, annak a két, tehát itt négyszeres remake-ről van szó. Isten, tehát már a Bobby Deerfield az a Sweet Novembernek a... 68-as Robert Ellis Miller film, mindegy, ebben ne is menjünk bele szerintem. Szóval jött az Ősz New Yorkban, ugyanez a sztori, cinikus, szemétláda, de jön a csodálatos, pesgésű, életszerető lány, aki elragadja őt, és megmutatja, hogy az élet milyen édes, milyen csodálatos, de aztán jön a rák, közéjük áll, és kiderül, hogy ez a lány, ez mindvégig tulajdonképpen hazudott, de ez nem is hazugság volt, ez egy megváltó. Úgy hazugság, hogy az élet maga. Igen. Hiszen tudjuk, hogy meghalunk, és ezért hazugság, hogy élünk. Igen, ez egy kegyes hazugság volt, egy megváltó hazugság volt. És akkor jött ez a legeslegújabb feldolgozás, a Sweet November, amiben a Charlize Theron meg a Keanu Reeves játszanak, és újra ugyanez a sztori, még egyszer. Én velem annak idején ezt a filmet egy barátnőm nézette meg, olyan
lány, aki... Őt nem tudjuk, hogy kimélni fogja Brad Pitt, ha eljön érte. Hát én nem tudom. Ezért a bűnéért. Konkrétan én, na, azt kell tudni erről a lányról, hogy hát nekem egész végig az egész kapcsolatunk alatt, ami körülbelül 3 hónapon keresztül tartott, végig hazudott, de mindent, amit el tudsz képzelni. Tehát azt hazudta, hogy ő belső építész, pedig egy festékboltban volt elárusító, vagy valami. Tehát olyanokat hazudott, hogy elképzelni. Végül kiderült, hogy én neki volt egy kapcsolata velem párhuzamosan, vagy talán még több is, és egymással teljesen párhuzamosan tartott. Egy remake volt. Igen, egy remake-je voltam valakinek, vagy valaminek, vagy lehet, hogy nekem volt valaki a remake-em, de még csak nem is arról volt szó, hogy engem megcsalt valakivel, vagy valakit megcsalt velem, hanem párhuzamosan mindenkit mindenkivel megcsalt, tehát teljesen párhuzamosan futatott egy csomó sztorit, és ő ezért imádta ezt a filmet, mert itt van ez a lány, aki egész végig hazudik valakinek. Az igazságnál fontosabb a szerelem. Igen, az igazságnál fontosabb a szerelem, a megváltó szerelem, amely képes arra, hogy minket kiragadjon, elragadjon, csak hát a különbség az, hogy neki nem mirigyrákja volt, hanem egyszerűen csak nymphomániás volt, de hát ez más kérdés, hát a lényeg az, hogy nem a hazugság számít, hanem az, hogy az ő csodálatos lényével, az ő felpestítő egyéniségével engem ki tudott ragadni a hétköznapjaimnak a monotóniájából. Ez egy fantasztikus hatással volt rám, azt kell tudni, hogy nyilván nem volt teljesen lelkiismeretlen, mert annyira bűntudata volt, lehetett, gondolom, emiatt, hogy így élt, hogy kifestette a fél lakásomat, csak kizárólag azért, mert iszonyatosan gondolom, hogy nagyon szarul érezte magát azért, mert folyamatosan hazudott nekem. De hát a legnagyobb bűne mindezek felett az volt, hogy megnézette velem a Sweet November című filmet, és ott elvárta, hogy én ott érzékenyüljek el, meg csöppenjek el vele együtt, hogy milyen csodálatos a Charlize Theron, hogy hazudik, de azért szereti, és azért hazudik, kettőjükért hazudik. Igazából nem mehettem föl a lakására, mert a lakásán élt egy férfival együtt. Tehát konkrétan, és sosem mehettem föl a lakására, mert mindig valami nagy rendetlenség volt, vagy még nem tartott ott a kapcsolatunk, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy itt is valami hasonló van, egy megváltó hát, hazugság. Ahogy mondtuk, hogy Hollywood bűnei nem lesznek megbocsáthatók, lehet, hogy a lánynak majd megbocsátatik. Minden esetre Hollywood itt egy újabb klisét hozzá, ugye az állatok és a halál után. A halálos betegség talán az egyik legszebb eszköz arra, hogy érzéseket keltsünk. Még egy jó bohóc, talán a legkönnyebb eszköz. Egy jó bohóc doktor hiányzik, talán még valahogy Robin Williams belép a képben. És meggyógyítja a nevetés erejével. Talán még az hiányzik belőle. De hát lesz még akárcsak a következő filmben is olyan téma, amit Hollywoodon imád. Sarah, kérlek. Nem hagylak el. Tudom, hogy szeretsz. Igen. És sosem éreztem ehhez foghatót. Nem hittem, hogy ez megadatik nekem. Ezt te adtad nekem, Nelson. Akkor miért csinálod ezt? Mert kezd megtörténni. Nem érdekel. Ha most elmész, ami köztünk volt, örökre tökéletes marad. Sarah, az élet nem tökéletes. Nincs egyebem, csak az, ahogy majd emlékszel rám. Ez az emlék kell ahhoz, hogy erős és szép lehessek. Hát nem érted? Ha tudom, hogy így emlékszel majd rám, bármivel szembe tudok nézni. Bármivel. Isten, te vagy az én halhatatlanságom. De én a gondodat akarom viselni. Hidd el, meg leszek. Az a költözöm. Tudják, hogy megyek? Ezt muszáj megtennem. Csak hát ez így... Nem, nekem csak az kell, hogy tudjam, hogy szép életed lesz utána. Olyan, amilyet megérdemelsz. Nekem csak te kell lesz. A tied vagyok. Mindörökre. Most engedj el. Hát nem undorító, kedves gyerekek, mondjátok meg. Fiúk, létszi, ne gúnyoljátok ki a piros orvos bohóc doktorokat, köszi, írja a kedves nem, hallgató. Nem. Itt Hollywoodnak a képét erről. Itt nem a rákbetegeken gúnyolódunk meg, az állatokon. Nem, főleg nem a bohóc doktorokon. Én annyira tisztelem, annyira becsülöm azokat az embereket, akikben annyi lelki erő van. Itt Hollywoodról van szó, hogy ezeket berángatja azért, hogy érezzünk valamit. Nem, azért nem, hogy ezekből pénzt vesz ki. Hát, hogy... Ez a leggusztustalanabb, hogy milyen gusztustalan módon, milyen eszközökkel. Ezt a kedves hallgató ne nekünk mondja, hogy ne gúnyolódjunk a bohóc doktorokon, hanem Hollywoodnak mondja, és azt a filmet, hogyha be akarják hozni a moziba, akkor égesse a kópiáját, aminél ebből csinál pénzt, a rákbetegségből vagy a bohóc doktorokon. A bohóc doktorokat, azokat végtelenül tisztelem, éppen annyira, amilyen végtelenül megvetem azokat a hollywoodi rendezőket és producereket, akik a bohóc doktorokból
pénzt facsarnak ki, és mérhetetlenül apró pénzre váltják ezeknek az embereknek a hősiességét. Dinnyi és Gerivel kaptunk is néhány SMS-t. Az volt a Joe Black nagy tanulsága, hogy lányok, nem kell egy-két nap után idegenekkel ágyba bújni, mert megcsinál a halál. Azért az faszipántos jelenet, ahogy a Brad Pittet elcsapja a két autó, írja a Gábor, és egy kis smiley-val jelzi, hogy az neki, az neki bejött. Szívének kedves. Bizonyos értelemben meg is értjük. A szabadítsátok ki, Willy nagyon is élvezhető volt 12 évesen. Ez pedig elnézést, biztos a hallgató ezt őszintén írja, de valahol a gyerekeknek is elnézése, mert 12 évesen igenis tud egy gyerek egy jó filmet is élvezni, nem csak egy gicset, egy üres gicset, ráadásul egy unalmas gicset. Az az igazság, hogy Hollywood folyamatosan pumpálja azokat a filmeket, amik erre a listára ráférnének, jó a műsor, írja Levi. Hát igen, ezért is volt nehéz dolgunk, de abban bízunk, hogy azért a ti jó ízléseteket is kielégíti az a lista, mely listánkon a 10. helyezett a Benjamin Button különös élete, a 9. a szabadítsátok ki Willit, a 8. a Ha eljön Joe Black, a 7. pedig az Édes November, és innen folytatjuk ezt a bizonyos listát, mely a 10 mi szerintünk valaha volt legnyálasabb filmet tartalmazza. A toplista mai 6. helyezettje a Férfi Becsület című film. Itt az ideje, hogy a rákbetegség után kihagyva tehát a bohóc doktorokból való pénzcsinálást, egyenes rátérjünk a kisebbségekből és a különböző testi fogyatékosságokból való pénzcsinálásra, mert ez még nem volt. És a hallgatók, hogy ne értsék félre, nem a kisebbségek vagy a testi fogyatékosokat szeretnénk mit le nyállal, mit lehet köpni, hanem... És fontos arról beszélni, hogy ebben a filmben nem a kisebbségekről vagy a testi fogyatékosokról van szó, hanem a kisebbségekről és a testi fogyatékosokról van szó. Nem különböző személyek ezek, hanem egy és ugyanaz a személy, Cuba Gooding Jr., akiről beszélünk, aki az első valaha volt afroamerikai nehéz búvár az amerikai tengerészet, haditengerészet történetében. Őt akkor biztos elismerik. És ezzel egyidejűleg ő az első valaha volt művégtaggal szolgáló nehéz búvár az amerikai haditengerészet történetében. Ebből aztán már könnyen kikövetkeztethetitek, hogy ő az első afroamerikai művégtaggal szolgáló nehéz búvár az amerikai haditengerészet történetében. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amiről igazán érdemes filmet forgatni, és itt van velünk Robert De Niro, aki jól tudjuk, hogy a pénzcsábításának soha életében nem tudott ellenállni, és minden ocsmányságba belement, ami csak pénzzel kecsegtette őt. És ebben ő az, esetben aki, sincs aki még nem ismeri el a teljesítményt, amíg pusztán arról van szó, hogy valaki az első afroamerikai nehéz búvár, mert addig még erősebbek azért az előítéletek. Igen, azért igen. Ez az amerikai hadsereg is azért még nem mentes ezektől, hát, csak igen. Hollywood mentes ezektől az előítéletektől. De amikor amputálás után ő lesz az első afroamerikai művégtaggal szolgáló nehéz búvár az amerikai haditengerészet történetében, akkor már ő is. Maga ez a kemény szívű republikánus főtiszt Leslie W. Sunday alias Robert De Niro is azt mondja, igen, ez megsüvegelendő, ez elismerésre méltó teljesítmény. És talán ez emeli még magasabbra az ő kemény férfias ellenállása, teszi férfi becsületté ezt az ügyet. Karl Brashear. Igen, ez igen. Ez valóban teljesítmény. És miért? Mert férfi, és miért? Mert büszke, és miért? Mert becsületes. Mert nem törődöd bele abba, hogy ő csak egy művégtaggal szolgálni tán képtelen feketebőrű tengerész. Nem, ő többet akart ennél. Ő az első akart lenni. Az, aki dacol a nehézségekkel, és képes rá, igen, és megcsinálja. Hogy kiérdemelje azt, hogy beúszanak a vonósok. Hogy kiérdemelje azt, hogy... mindannyian tisztelgésre emeljük kezünket. Kezünket tisztelgésre, tekintetünket pedig az amerikai zászlóra. Csillagosságos lobogóra. Pontosan, mert ez a teljesítmény, ez tesz minket büszkévé. Ez a teljesítmény, ez tesz minket amerikaiakká. Ez tesz minket férfivá, és ez tesz minket becsületessé. Hanks kapitány, a flottánál mindeddig az érvényesülésért küzdöttem. E küldetés a szeretteimtől is óriási áldozatot követelt. Részükről is sok lemondásra járt, és nem keveset szenvedtek azért, hogy támogassanak.
Ha ma megbírom tenni ezt a 12 lépést, helyezzenek vissza aktív állományba. Engedjék, hogy kiteljesedjen a pályám, hogy befejezhessem, és békével térjek haza. Karl Brashear százados. Olyan üzlet a modern haditengerészet... Már megbocsásson! De számomra ez az egész nem üzlet. Hisz annyi hagyományunk van. A pályám során sokkal találkoztam. Volt köztük jó is, rossz is. És nem lennék ma itt, ha a legszebb hagyományunk nem kötelezne erre. Most mire céloz? A becsületre, uram. Mutassa meg, mire képes. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. A Ghost című film. Amiről szinte mindenki azt szeretné, hogy az első legyen, szerintem jogosan, és most friss hír, ugye japán remake-et terveznek neki, mert ez egy akkora klasszikus. Hát igen. A Ghost. Nem mondhatjuk, hogy minden idők legnyálasabb filmje, hiszen ezen a büszke listán csak 5. De ha azt mondanánk... De hogyha azt válogatnánk, hogy melyek a legnyálasabb jelenetek a Hollywood komplett történetében, akkor az a Ghost van, a záró jelenet, amikor beúszik az angyalok kara... Unchained Melody szól. És, igen, az Unchained Melody-nak a dallamára besétál a fénybe Patrick. Az egyébként borzalmasan rossz színész. Abban a borzalmasan rossz jelenetben. Igen. Azzal a másik borzalmasan rossz színésznővel. Talán csak azért nem lett első a listán, mert tulajdonképpen a film maga egész nézhető. Tehát van története, történnek vele dolgok, néha még úgy izgulni is lehet rajta, és talán nem annyira hosszú, mint a listán most következő, majd néhány második, harmadik, első helyezett film. De viszont hát az viszont a jelenet, ebben a filmben nagyon rossz színészek játszanak, hogy más nem is említsünk a Patrick Swayze-t, a Demi Moore-t és a Whoopi Goldberget. Igazi sztárparádé. Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát hogy ők azok a színészek, akik... Finom ízléssel adják el ezt a történetet. Egész karrierjük során kudarcokkal telve ostromolták az A-kategória alsó határát, és ez sosem jött igaz. Sose igazán tudtak betörni az A-kategóriába. Az általunk olyannyira szeretett Star Trek Next Generation-ből, és csak egyetlen olyan szereplő van, akit miatt sikítva akarunk elkapcsolni, ugye Whoopi Goldberg, ugye ez Guinan. Igen, nem is lehet igazán tudni, hogy... Ő garancia egyfajta minőségre. Igen, a minőség hiányára. Azt lehet mondani, hogy ebben a három színész közül, színésznek alig nevezhető jelenség közül, Patrick Swayze, Demi Moore és Whoopi Goldberg közül nem is tudom, hogy melyiket tudnánk. Hát tulajdonképpen még Demi Moore a legjobb, ez is ritka. Talán még Demi Moore a legkevésbé rossz. Azt hiszem, nagyon kevés olyan összevetés van, ahol Demi Moore megállja a maga helyét. Ez a film, ez valami ömlengés. Öklendetesen ocsmány. Tehát ennél förtelmes, mert is olyan ostobaságokkal van tele, hogy az valami rémületes. És én megmondom, hogy egy különleges helyet is elfoglal a szívünkben. A lelkünkben. Igen. Ugyanis amikor a szellemvilágot, a spiritualizmusnak a világát, a lelki-szellemi szférát megpróbálják szintén bekenni nyállal, tehát hogy így legyen már elég a rák, a fogságba ejtett állatok, a nem tudom én, a visszafelé, művégtaggal szolgáló afroamerikai nehéz búvár, a visszafelé öregedő Benjamin Button, meg a apa, ugye megígérted, hogy eljössz az előadásomra, meg az egyéb ocsmánykodások, tehát az legyen már elég, de nem, hanem itt az élet és halál nagy kérdéseit, a szellemvilágnak a szféráját is be kell kenni nyállal, mindent, nincs, semmi sem maradhat nyálmen. Mert mi lehetne annál megrázóbb, ha valaki elveszti a szerelmét fiatalon? Tényleg, aki szerelmes és nézi ezt a filmet, biztos egy pillanatra arra gondol, hogy úristen, mi történne, én veszteném el a szerelmet. És ez a film ebben az érzésben dagonyázik, ebben az önkéntelen érzésben mindannyiunkban benne van, ha a párunk éppen nem jön haza, később nem érjük el telefonon. Ebbe dagonyázik ez a film a legocsmányabb módon. Mit csinálsz? Mi a felét csinálsz? Látod, nem? Azt hiszed, az ujjaddal el tudod mozdítani, az nem fog menni, fiacskám. Halott vagy. Nem létezel. Az a baj veled, hogy még mindig valóságosnak hiszed magad. Szerinted ezek a göncök tényleg rajtad vannak? Azt hiszed, hogy tényleg itt guggolsz a földön? Baromság. Nincs tested, ezt vésd az eszedbe, fiam. Minden itt valami van. Ha el akarsz mozdítani valamit, csak is ezzel tudod megcsinálni. Összpontosítanod kell, figyelsz? De hogy? Hogy kell összpontosítani? Azt én nem tudom, hogy. A lényeg, hogy összpontosíts.
Tedd össze minden indulatodat, a dühödet, a szeretetedet, a gyűlöletedet, és szorítsd lefelé, amíg le nem ér a gyomorod legmélyebb ugyrába. És akkor engedd ki, hogy robbanjon, mint egy bomba! Jó, értem. Micsoda állatság ez? Tehát mi az, hogy ha nem tudsz hozzáérni a dolgokhoz, mert szellem vagy, akkor nagyon összeszeded magad, és hozzá tudsz érni. Tehát a világnak vannak törvényszerűségei. Igen, mi az, hogy... De nem értem. Tehát vannak törvényszerűségei. Nem amerikai vagy, én lemaradt, magyar, hitetlen. A fizikai valóságnak vannak törvényszerűségei. Vagy képes vagy valamire, vagy nem vagy képes. Tehát ez olyan, hogy ha én nem... Tehát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy nem tudunk átmenni a falon, hiszen fizikai lények vagyunk, és nem tudunk átjutni a falon például. De nem úgy van, mert ha nagyon összeszeded magad, nagyon összpontosítasz a gyomrod legmélyebb bugyrára, levezérled az akaratot, hogy igenis át akarsz menni, és onnan robban, akkor át tudsz menni a falon. Vagy mondjuk nem tudsz repülni, vagy mit mondjak neked, vagy fogalmazunk, hogy nem tudod a ruhán keresztül megnézni a mesztelen nőknek a csöcsét. De képes vagy rá, ha nagyon összeszeded magad, összpontosítasz az agyadban, és hogyha kirobban a szemedből a látás, akkor képes vagy látni a ruhán keresztül. Micsoda baromság. Vagy ha nem tudsz együtt érezni ezekkel a dolgokkal, amiről beszélünk, de nagyon-nagyon koncentrálsz, akkor megérzed ezeknek a valóságtartalmát. Robi, csak ezt nem kéne megpróbálnod. Geri, tudod, mit kéne megpróbálnod? Menjél fel az 5. emeletre, szedd össze magad, gyűjtsd össze a gyomrodban a szándékot, hogy te repülni tudsz, és ugorj le, és hidd el, menni fog! Kölyök, én hiszek benned! Fogsz tudni repülni! Tehát most, hadd mondjak, tehát én 15 éves koromban láttam ezt a filmet. Hogy már, majdnem 16. Már 15 éves voltam, és már akkor tisztában voltam azzal, hogy ilyen nincsen. Tehát, hogyha valaki szellem, és átmegy a falon, meg átesik a metrónak az egyik kocsiából a másikba, ahogyan ebben a filmben történik, akkor hogyan áll meg a metrónak a talapzatán? Hogyan, te marxista vagy, az a baj. Hogyan? Hát igen. Büdös komcsi vagyok, ez az büdös, igazság, ezért, büdös nem, komcsi ezért vagy. Nem értem én ezt. Ezért nem pontosan, szereted az érzéseket. Pontosan. Én azt szeretném, egyébként írja nekünk a kedves hallgató, bizonyos Tiszai István, nem nyál, cukros takony, konkrétan, ami itt zajlik. Így van, a nyál tulajdonképpen egész gusztusos, én most jöttem rá, ne bántsuk a nyálat, a nyalat ne bántsuk. Nem, én azt hiszem, hogy igenis képes vagyok arra, hogy láthatatlanná váljak. Csak a szándékot le kell vezérelnem a gyomromba. Szerelem kell, még hozzá szerelem, azt kihagyom. Igen, szerelmesnek kell lennem, és akkor eltűnök. Eltűnök, és nem fog látni senki, csak nagyon-nagyon összpontosítanom kell hozzá. Szóval ez a Ghost, ez valami förtelmes. Ez a film, ez valami undorítóan ocsmány. Tehát erre a filmre, ennek a filmnek aztán... De az elején legalább tudok, szép, nem mondd ezt, tudok, az legalább megható és érzéseket közvetítő. Nem tudok mentségeket találni, amikor kitaláltuk, hogy csináljuk ezt a listát, én nálam első volt. Igen, első helyről indult, és de úgy csúszott vissza az 5. helyre, hogy képzeljétek el, mi jön most. És hogy jogos. Na, szóval mennyire köpedelmes már maga ez a zene is. Hát ennél nyálasabb dal nincs. A legnyálasabb rendezéshez rendeljük hozzá a legnyálaskodóbb színészeket, ehhez rendeljük hozzá a legnyálasabb forgatókönyvet, amit valaha írtak, és ehhez rendeljük hozzá a legnyálasabb aláfestőzenét, amit el tudsz képzelni, és akkor jönnek az angyalok, és elviszik Patricket, és Patricknek az ellenlábasai, meg a démonok jönnek a mélyből, igen, és azok ragadják el. Ezt nem szeretném, hogy velem az történjen, ezt éreztem, mikor néztem. Én azt szeretném tudni, és ezt írjátok meg nekünk, kedves hallgatók, 0629986986 az SMS számunk, hogy valaki, aki átmegy a falon, az hogy megy föl a lépcsőn? Hogy megy föl a másodikra? Ez lenne a kérdésünk, tehát ha valaki átmegy a falon, az értelemszerűen nem anyagi. Ha viszont nem anyagi, akkor miért nem föl lebeg? Miért, hogy megy, és hogy tartja meg az ő testét az a lépcső? Érteni szeretném. 0629986986. Mi a magyarázat erre a baromságra? Valaki azt írta az SMS-be, hogy nem vagyunk visszafogottan elegánsak, hanem ripacskodva fröcsögünk, és ebben nyilvánvalóan teljesen igaza van, és hát reméljük, hogy ezt minden hallgató kellően élvezi is, de az az igazság, hogy mit mondana akkor ez az SMS író a filmek készítőjére? Hol volt itt a visszafogottságnak a legminimálisabb jele? Gyerekek, azért na, talán azt mégse kéne. Elhangzottak ezek a mondatok ennek a filmnek a kapcsán? Vagy ha igen, akkor mik azok a jelenetek, amik kimaradtak? Nem tudom. Hát... Az az igazság, hogy ezek a filmek, ezek mindenből a maximumot tartalmazzák, ami a készítőknek a rossz ízlésén kifért.
csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ez pedig nem más, mint a Bambi. A Bambi, amelyik ismét csak egy komplett kategóriát képvisel. Ugye emlékeztetünk az állatos filmekre, ott a Szabadítsátok ki Willy volt az az ikonikus darab, ami oly sok mással fölcserélhető lenne, Kismalac a városban, nem is említettük. Itt viszont a Walt Disney rajzfilmvilág következik, amelyből a Bambi talán azért érdemes kiválasztása, mert egyrészt rettenetesen nyálas, tehát tényleg egészen félelmetes, és egyébként az ostobasága félelmetes. Igen, ordinári ostobasága félelmetes, az, hogy a Teletubbies színvonalán áll. Tehát igen, azt tudom mondani, hogy csúszkálunk a jégen ezen. De egy film, aminek nincsen cselekménye, tehát olyan, mintha ez a technológia, hogy rajzfilmet készítünk, a 40-es években készült ez a film, hányban is pontosan? 42-ben készült. 42-ben még egy annyira új technológia lett volna, mint amilyen az Avatar. Tehát az Avatar meggyőződésem szerint azért egy ennyire buta film, mert annyira új a technológia, hogy ugye leköt téged a látvány, kedves néző, nem nagyon akar sztorit, meg nem nagyon akar sem. Na most itt ugyanez zajlik, 42-ben úgy tűnik, hogy valami új rajzfilm technológiát képviselt a Bambi, ezért aztán tobzódik a készítők ebben. Azok abban tobzódnak, hogy ilyeneket tudunk mutatni, hogy az őzikének a lába összebicsaklik az egyik a másikkal, bele botlik, és az milyen speciálisan van megmutatva, milyen szépen. Csak hogy az a baj, hogy a Walt Disney mit sem változott. Tehát tehát hihetjük az elsőre azt, hogy jó, hát itt még kicsit elszállt az agyuk, de itt hát bármit mondhatnék, mondjuk mondom a Pocahont azt, ami egy teljesen más sztori, hogy nincsenek is benne állatok, hogy ne az állatokra gondoljunk feltétlenül. Vagy ezer Walt Disney klasszikus van, és hát a mai rajzfilmek, amit esetleg nem is a Walt Disney készül, de Amerikába készülnek, azok olyan hihetetlenül gicses módon vannak összerakva. Van néhány klisé, tehát a dal, például nagyon fontos, hogy legyen benne egy dal. Akkor vannak benne a vicces, kis apróbb segítők, általában vicces névvel, néha 10 darab egyforma, és akkor azon kell rögni, hogy pa-pa-pa-pa-pa felsorakoznak egymás mellé. Tehát ezek mindig így megvannak, és szerintem egyébként talán itt az édibédiségnél, és a jaj, elvesztette szegény Őzike az anyukáját, nem még gázabb, amikor ilyen kis mókás szereplők, a kis mókus, vagy a kicsit mogorva kecske, vagy a nyulacska, vagy a kapitány. Most nem a Bambiról beszélek, én már itt a komplett Walt Disney univerzumról beszélek, tehát ne ragadjunk le a Bambinál. De egyébként, ha már a Bambi egy apróságot, hagyj említsek meg, hogy mennyire Walt Disneynek minden tök mindegy. Ugye egy őzről szól ez a sztori, amit Felix Zalten Budapesten született osztrák zsidó író írt, és nem feltétlenül ennyire gicses, csak a Walt Disney túl szomorúnak találta a sztorit. Na mindegy, tehát, és ebben egy ősz szerepel, és megszületik egy kis ősz, amely hatalmas agancsos szarvassá. De hát ez két különböző faj. Olyan, mint hogyha megszületne egy kis majom, és egy felnőtt ember lenne belőle, a törzsfejlődésen keresztül menne, olyan 8-10 év alatt, vagy 20 év alatt mondjuk. Mert a kis őzike édesebb, a szarvas viszont magasztosabb. Tehát minden állatot arra használunk, amire alkalmas. Az nem baj, hogy egyébként ezek az erdőben élő állatok, ezek azért élnek az erdőben, és azért az erdők királya, mert az ember kiszorította őket a sztyeppéről, a szarvas odavaló. A nyúl is az erdőben él, most már minden az erdőben él, mert mindenkit az ember odaszorított, de azért bemutatjuk őket nagyon aranyos kis állatkaként. Jó reggel, kis herceg! Sziasztok! Hát ti mit tesztek? Jó haverét! Roppanzamatos, igazi csevege! Legelész, te is! Jaj, ne azt a ronda zöld izét! Csak is a virágát egyed! Az a finom falat! Toppancs! Igen, mama. Mit mondott neked az apád? Miről mit? A bimbó evésről, meg a zöldségek mellőzéséről. Ja, arról. Szeresd a füvet, ha igazi nyúl vagy, megnőr a füled, s a lábad is jó nagy. Csak az íze pocsék, edd, ha bolond vagy. Az utolsó rímet én írtam hozzá. Ezt képzeljétek el, hogy ilyen sztorikból áll össze a filmnek a nem létező cselekménye. Tehát a Bambi az egy annyira buta film, hogy abszolút semmi nem történik benne. Tehát ilyenek történnek, hogy jönnek az évszakok, akkor jön a tavasz, akkor kinyílnak a virágok, és ezzel elmegy negyed óra, akkor szalad a mezőn. És akkor közben... ez egy olyan cselekménye van, komolyan, hogy így szalad, akkor jön egy másik, akkor azzal együtt futnak, akkor az megint 5 perc. És hány jó mese van mindeközben? Tehát nem arról van szó, hogy a mese egy ostobaság és a gyerekek ostobák. Ott vannak például Miyazaki a filmje, amiről itt beszéltünk többször a műsorban. Ma már a Walt Disney filmeknek is van cselekménye. De annál gicsesebb. Tehát
Igazából én azt mondom, hogy messzire kerüljétek el ezeket. Jó, ami tény, hogy a VUK gyakorlatilag az ennek a filmnek a pozitív oldala, vagy ennek az érmének a jó oldala tulajdonképpen. Ez a film sötét egy... oldala, ami ez esetben... Igen, ami ez esetben közelebb áll a szívünkhöz. Az, az igazság, hogy ez a film megérdemelte volna, hogy a VUK legyen, aztán később a VUK beteljesítette azt, amire ez a film vállalkozni próbált. Kaptunk kis SMS-eket. Andi írja nekünk, a Bambi gyerekfilm, így pedig teljesen helyén való, hogy 15 percig tavaszodik, nem illik ebbe a listába. Aztán itt van velünk Drebin, aki azt írja, ha a gyerekeiddel nézed először, nem gáz a Disney, ugyanis nem a film a lényeg. Hát én nekem meg az a véleményem, súlyosan ellentétes ezzel, hogy pontosan a Disney arról szól, hogy hogyan neveljünk olyan ízlésű felnőtteket, amely ízlésű felnőtteknek már nem lesz gáz a Ghost, aminek már egy szép film lesz a Joe Black. Ha kiskoruktól kezdve ízléstelenségre és gícsre neveljük a gyerekeket, akkor természetesen felnőttként ezek fogják érteni. Márpedig én azt mondom, hogy a gyerekek se nem ostobák, se nem ízléstelenek, abszolút nem azok, és nem kell őket lenézni, és nem kell őket Disney szemét teletetni. De mondom, már a mai Disneynek is van cselekménye, tehát ez még a Disneyhez képest is, tehát ez egy olyan gyerek Disney, amikor nem csak a gyerekek nézik a Disneyt, hanem még a Disney is gyerekcipőben járt önmagához képest. De én a mostaniakat rosszabbnak tartom, én csak azért javasoltam a Bambit, mint a listára valónak, mert annyira arhetipikus. Tehát én attól, hogy most már profi forgatókönyvíró gárda van, és azon kell röhögni, hogy Tom Hanks a majom magyar hangja, a Gangsta Zoli meg az ököré, azon én nem vagyok hajlandó, mint ízléses dolgon élvezkedni. Nem méltó a listánkra. Tehát erre a listára is föl kell kerülni, azért kell egy teljesítmény, amivel erre a listára föl kell kerülni. Ez a film annyira gicses, hogy azt el nem lehet mondani. Jó, hát ha a gicsest és a nyálast külön választjuk, akkor valóban, de mivel attól tartok, hogy sosem lesz 10 leggicsesebb film ezután az adás után, sőt egyáltalán örülhetünk, ha még bármilyen adást hallgatnak a kedves hallgatóink ezek után, akkor én azt mondom, hogy itt van a helye, és aki a Walt Disney-t jónak tartja, az vagy engem utáljon, vagy pedig kezdje el talán ízlésesebb irányba kormányozni saját és gyermekei életét. Ez az a lista, mely a mi véleményünk szerint a 10 legnyálasabb filmet tartalmazza ezen a listán. A 10. a Benjamin Button különös élete, a 9. a Szabadítsátok ki Willit, a 8. ha eljön Joe Black, a 7. az Édes November, a 6. a Férfi becsület, az 5. a Ghost, a 4. pedig a Bambi, most pedig lássuk a dobogós helyezetteket. Már a dobogón a nap 3. helyezettje az Apja lánya című film. Egy kevésbé ismert film, de a mi számunkra személyes ügy, hogy ez a film a listán, és pedig a dobogó legyen. Ez egy Kevin Smith film, és ezzel most nagyon sok mindent mondtunk. Nagyon sokat mondta, és a Robi azért ajánlotta be a listába, mert azt mondta, hogy egyszerűen hihetetlenül Kevin Smith ezt a filmet elkészítette. Én meg azt mondtam, miután megnéztem a filmet, én korábban elkerültem, pont azért, mert szeretem Kevin Smith-t, hogy ez a film önértékén is nagyon rossz. Tehát nem pusztán úgy kell mérni, mint hogy Kevin Smith, aki mondjuk 3 olyan nagy filmet csinált, mint a Shop Stop, a Mallrats és a Chasing Amy, hogy most keverjem én is a magyar meg az angol címeket. A Shop Stop, a Shop Show, a Képtelen képregény, a Jay Silent Bob Visszavág. Nekem arról eléggé gyenge véleményem van, mert tokzódik a saját maga által kitalált világba, és már üresen szólnak a poénok, de most ez mindegy. Dogma, is, de akár a dogma. Az is szerintem már efelé tett lépés. De mindegy. Kevin Smith-et mindannyian szeretjük, bírjuk, érdekel minket, amit csinál. És ezek után csinál egy olyan romantikus vígjátékot, ami egyfelől nem hozza a Kevin Smith filmeknek semmilyen paraméterét, tehát nem vicces, nem szellemes, nem más szemszögből megmutató jellegű, másrészt viszont a romantikus vígjátékok színvonalát sem éri el. Tehát lehet, hogy ezt is valaki tudja jobban csinálni, mert még ebben is hihetetlenül gyenge, szájbarágós, mondva csinált, és hát borzasztóan nyálas, elképesztően nyálas. Nem akarok elköltözni, nekem jó itt. Maradhatsz nagyapánál, amíg jól esik. Kicsim, emlékszel, amikor színházba mentünk? Milyen jó volt, jól érezted magad? Ha New Yorkban laknánk, akár minden este elmehetnénk. Kivéve, ha éppen dolgozol. Figyelj, apa, most ne szólj bele, oké? A lányommal beszélek. Tetszett a város, te mondtad, hogy tetszik. Nem igaz. Azt mondtam, elmegy. Atya úristen. És hogy itthon sokkal jobb. Különben is, minek neked új állás, apa? A Batmobilt vezeted.
Azért, mert apa nem akarja a Batmobilt vezetni. Apa szusit akar enni, és taxival akar járni. Apa portást akar a házába, és újságíróknak akar parancsolgatni. Apád imádta a munkáját, és hiányzik neki, mióta eljött New Yorkból. Azt akarja csinálni, nem akar egész életében szemetet szedni. De hát a gyűlésen azt mondtad az embereknek, hogy örülsz, hogy nem vagy öltönyös. Igen. De azért mondtam, hogy rábólincsanak a vízcső cserére. Ezek szerint hazudtál mindenkinek. Jó, figyelj, kitaláltam. Oda megyek, de ha nem tetszik, amit ajánlanak, nem fogadom el. Most nekem hazudsz. Na, elég volt, kisasszony. Elmegyek hétfőn, ha tetszik, ha nem. Várj, most hétfőn? Igen. De hát most hétfőn nem jó. Miért? Mert akkor lesz az előadás. Francba. Jó, 4-re megyek a városba, és még visszaérek a kezdésre. De 5-kor kezdődik. Hogy érnél vissza 5 órára, hogyha 4-kor van találkozó New Yorkban? Hagyjál békén! Elfelejtettem is ki. Elfelejtetted? Hogy? Hülye vagy? Görti, ez a munka nagyon fontos nekem. És a fellépésem az nem fontos neked? De igen, sőt, az még fontosabb. Akkor ne menj a hülye interjúra, a hülye városba, a hülye munkáért. Na, elég volt, kislányom. Sőt, figyú, ne is szerepelj. Egyáltalán nem is vagy jó színész. Nagyapa sokkal jobb. Green és Block bátyó is jobb nálad. Ők nem a bácsikáid. Ó, értem. De díszletet építeni jók vagyunk. Értem én. Hová mész? Látni se akarlak, még csak nézőnek se gyere el az előadásra. Ugyan már. Ne gyere, nem jöhetsz el, sőt már nem is szeretlek. Na gyere csak vissza. Hé! Nem! Hozzád beszélek! Hé, kisasszony! Azonnal gyere le! Nem megyek, nem parancsolgathatsz nekem csak úgy. De igen. Miért? Mert az apád vagyok azért. Na is. Ne ordíts velem, Gertrude. De ordítok, ha akarok, bla bla bla, nem megyek veled a hülye New Yorkba. Elég volt, velem jössz New Yorkba és megszereted és kész. Utállak, inkább te haltál volna meg és nem anyag. Utállak, te kis szaros anyáddal elvettétek az életemet. Szent Isten, ne haragudj, kicsi. Hagyjál, nem akartam. Eszter. Nem akartam. Mi a fene ütött beléd? Mi a fene ütött beléd, kedves Kevin Smith? Na ezt nem érdemeltük meg. Itt most ezt a... nem érdemeltük Kevin Smith-től, ezt a nyálasságot, ezt a mocsokságot attól a Kevin Smith-től, aki képes volt a Dogmának, a Shopstopnak, a Shopshow-nak, a Képtelen képregénynek az elkészítésére. Miért, miért kellett ezt tenni velünk? Miért kell lerombolni bennünk egy egész mítoszt, egy étoszt, egy respektust? Miért? Van erre válaszunk, de még annyit előtt, hogy ebben a filmben melyik lesz az az újabb érzés, amit előhúz, a szülőgyerek, a kicsi lány és az apuka kapcsolata, pláne úgy, hogy Jennifer Lopez, az anyuka, már meghalt a szülőágyon. Pityke azt írja nekünk, azért jó az Apja-lánya című film, mert Jennifer Lopez meghal benne. Tulajdonképpen hasonlóan, hogy ugye Brad Pittet elgázolják a Joe Black elején. Igen, igen. Itt viszont nem támad föl. Itt viszont nem támad föl, ennyit tudunk pozitívumként mondani. Miért van az, hogy Kevin Smithnek meg kellett csinálni ezt a mocskot? Én azt gondolom, hogy Hollywood az mindig bőkezűen jutalmazza azokat, akik a saját teljesen autonóm művészeti, kulturális teljesítményüket hajlandóak leszállítani Hollywoodnak a esztétikai színvonalára. Ők az igazi értékek. Igen. És Kevin Smith itt és most erre hajlandó volt. Azt gondolom, hogy David Fincher a Benjamin Button különös életével, Kevin Smith pedig az apja lányával megtette ezt a gesztust Hollywoodnak, bejelentkezett az Oscar díjért. Tehát, hogy ő, és ezt nem veszi észre Kevin Smith, hogy Kevin Smith már valaki enélkül a film, sőt, éppen enélkül a film nélkül volt valaki, az önmaga jogán volt egy autonóm rendező, akinek saját filmnyelve volt, saját közlése volt, saját humora volt, saját rajongótábora volt, és most azért a rohadt kis aranyszobrocskáért mindent elárul, mindent elárveresz fillérekért. És persze nem is kapja meg, mert rosszul is csinálja, mert ehhez ő nem ért. Világos. Ezt olyan jól csinálja helyette ezer más rendező, akit nem azért szeretünk, mint Kevin Smith, hanem nem szeretünk. Miért szeretjük Kevin Smith? Mit szeretünk Kevin Smithben? Ugye te is faggattad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabálj! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itt. Ha
37! A barátnőm 37 szopott le eddig! Hé, most hová mész? Mai napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány bránerra. Néhány! Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz föl épésszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtted találkoztam. Szóval ne nézz úgy rá, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális mert ember? Mert odagugolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elétérdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Aztán megcsókolok 36 sát ízét érzem ma. Megyek a suliban, remélem visszajön a józan eszem. 37. Szia, Dante. Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Na, ezért szerettük mi Kevin Smith. Ez az apja lánya. Nem, ez a shop-stop. Ez nem az apja lánya volt. Ez a shop-stop volt, igen, ezért szerettük mi Kevin Smith-t, úgyhogy Kevin Smith nagyon szégyellje magát, és nagyon bujdokoljon el, nagyon-nagyon messzire, lesütött szemekkel bujkáljon, szemem elé ne kerüljön, mert a véletlenül meglátom, egész véletlenül arcon fejelem. Nézzétek meg ezt a filmet, annyira rossz, hogy meg kell nézni. Annyira ocsmány, hogy a Kevin Smith az elmehet az anyjába, komolyan mondom, a hú, de rohadt ideges volt, amikor megnéztem, akkor utána valami egy héten keresztül folyamatosan szentségeltem, az összes barátomat és ismerősömet ezzel traktáltam. Ezt a filmet vagy ne nézzétek meg soha, vagy nagyon nézzétek meg, és mindenkit tanácsoljatok. És az igazság, hogy jogos volt a Robi felháborodása. Néha ő túlzásba esik, ez az most viszont visszafogott volt a film minőségéhez képest. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film pedig nem más, mint a Titanic. A Titanic, amit én annyi éven keresztül nem néztem meg, de annyi éven keresztül, és most a Robi rákényszerített, hogy megnézzem, azért, hogy aztán a listán teljesen méltó módon kerüljön a második helyre. Az a Titanic, ami alatt olyat éreztem, amit még tényleg soha fizikailag hány ingerem volt, de tényleg, és nem is a fejemben nem is kavarogtak különösebb gondolatok, néztem a filmet, közben próbáltam, meg lehet rontani a közben a film közben. Próbáltam a Wikipédián keresni a Titanic elsüllyedésének valódi okait, mert valahogy át kell vészelni ezt a több mint 3 órás ömlengést, és egész egyszerűen fizikai hányingerem támadt, nagyon furcsa élmény volt, és nagyon haragszom a Robira, 12 vagy 13 éven keresztül nem néztem meg ezt a filmet, pedig hát ugye egy mennyire nagy és ismert és sikeres szuper Oscar film, de hát most megnéztem, és nagyon igazam volt. Mennyi ocsmánykodás fér bele ebbe a 3 órába, azt elmondani nem lehet, és mennyi ostobaság. Most, hogy más nem mondjak. Az Avignoni kisasszonyok című festmény, amely elsüllyed a Titanickal. A Picasso-nak az a festménye, amit joggal a 20. század talán egyik legmeghatározóbb, ami a 20. század bizonyos értelemben elindítja a művészeti szempontból. Lehet Picasso-t szeretni, nem szeretni. Volt itt egy Picasso filmről szó az egyik adásban, hogy nem volt egy annyira jó film. Azt nem értem, miért nem rakták bele Picasso életéről szólva azt az egyszerű tényt, hogy az egyik legjobb festménye elsüllyedt a Titanickal. Ezt hogy hagyhatták ki? Azt kell tudni, hogy ennek a filmnek a közlése, maga a szellemisége egy borzasztóan banális és borzasztóan középiskolás közlés. Az, hogy létezik ez az életszerető, szabad és zabolátlan szív és lélek, és ehhez képest van a gazdagoknak a sznob és előkelősködő világa, amely mentes az élet szeretetének és az élet kiélvezésének az örömétől és képességétől. És ezek a sznobok, ezek a művészetet se szeretik, mert az is az élethez tartozó tartalom, és nem is becsülik semmire a többek között az Avignoni kisasszonyokat sem, ezért aztán a hősnőnknek, ugye Rose-nak ugye akit két vízlet alakít, akit tudjuk, hogy mennyire jó színésznő, és Rose-nak... ebben annyira rossz, de nyilván azért, mert a szerep annyira rossz. Rose-nak a pasia, akit a Billy Zane játszik, az megvető, fitymáló kijelentéseket is tesz erre a képre, az Avignoni kisasszonyokra, hogy hát ilyen kép, ugyan már. És azt kell látnom, hogy ez a primitív, ordinári, ostoba, műveletlen, bunkó, új gazdag seggfej, aki
aki ebben a filmben, ugye, akit ebben a filmben ez a Billy Zane, ez a Billy Zane alakít, ez maga James Cameron. Tehát James Cameron, aki nem tudja azt, hogy az avignoni kisasszonyok az Picasso-nak a leghíresebb képe, azt nem süllyesztheti el a Titanic-kal, mert az, az avignoni kisasszonyok az a kubizmusnak a programfestménye. Az maga a kubizmus. Hát a Robival ezen vitatkoztunk, és mind a két interpretáció elég durva. A Robi szerint nem tudja, én azt mondom, hogy nem érdekli, és ez is nagyon súlyos lehetőség, hogy egész egyszerűen nem érdekli, mert azt mondja, hogy hát ezt a nézők úgyse fogják föl, süllyesszük el, az ott jól mutat, az egy jó kis festmény. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az avignoni kisasszonyok, ami például mindenhol fönn vannak, írjátok be, hogy avignoni kisasszonyok a Google-ba is, keresetek rá, ti nem azt látjátok, az a kép az elsüllyedt a Titanic-kal együtt. Hogy nem volt képes a James Cameron arra, hogy egy hasonló képet, mint az avignoni kisasszonyok elsüllyesztene, hanem egy az egyben egy ismeretlen Picasso-t, miből igen, került miből volt? Nem érdekli, mert nem is érdekli. A költségvetéséhez képest egy ismeretlen Picasso-t elsüllyeszteni. Jack, ez képtelenség. Nem találkozhatunk. Beszélnem kell magával. Nem, Jack, nem. Jack, én mennyasszony vagyok. Kellhez megyek feleségül. Szeretem őt. Rose, maga nem egy könnyű eset. Alapjaiban véve egy elkényeztetett csitri, de a felszín alatt maga a legvarázslatosabb, legelbűvölőbb, leggyönyörűbb lány, nő, akit ismerek. És... Jack, én... Ne, kérem, hadd mondjam végig. Maga nekem... Nem vagyok bolond. Tudom, hogy működik a világ. $10 van a zsebemben. Nem kínálhatok fel semmit, tisztában vagyok vele. Mindent megértek. De belegabajodtam az ügybe. Beugrottam volna maga után, emlékszik? Nem fordíthatok hátat anélkül, hogy tudnám, jól van-e? Csupán ennyit akarok. Nagyon jól vagyok. És jól megleszek. Tényleg. Biztos? Erősen kétlem. Azok csapdába ejtették magát, Rose. És bele fog halni, ha nem tör ki ebből. Talán nem rögtön, mert erős, de... Előbb-utóbb ez a tűz, amit annyira szeretek magában. Ez a tűz ki fog hunyni. Nem a maga dolga, hogy megmentsen. Igaza van. Ez csak maga teheti meg. Egyébként a Titanic szimbóluma amúgy is ennek a fajta ostobaságnak. Hát azt képzeljük el, hogy a valódi Titanicnak 4 kéménye volt, amiben az egyik egy hamis kémény volt, mert a korabeli vetélytársaknak hát ugye nem 4 kéménye volt, tehát nem lehetett egy 3 kéményes hajót építeni, hiába volt technológiailag 3 kéményre szükség, csináltak egy negyedik kéményt, amiben ételt tároltak, stb. Hát ezt James Cameron tulajdonképpen méltón viszi tovább ezt a szemléletet azzal, hogy ezt elsüllyeszti ezt a festményt. Hát egyrészt, másrészt meg ebben a filmben mind a 4 kémény füstöl. Ja, előfordul, igen. De hozzáteszem, hogy elégették az ételeket is, nyilván tudták, hogy el fog süllyedni a hajó. Még a film abból a szempontból még viszonylag jó, hogy elég pontosan írja le a katasztrófa, tehát mint hogy mondjam, ilyen retrospektív, vagy hogy mondjam, ilyen felidéző dokumentumfilm, még tulajdonképpen egész elviselhető. Itt a szerelmi történet, a szerelmi szál, az öngyilkosságra miért is hajlamos, hirtelen hajlamos lány. De tényleg és ez a lány, aki gazdag és unja a koktélpartikat, meg a lovaspólókat, ezért öngyilkos akar lenni, és bele akar ugrani az óceánba. Hagyjál már békén! És a vége? Tehát, nem áll! A vége, tehát, ami azért... Hogy nyaljam ezt, mert komolyan a James Cameron, tudod mi a James Cameron? Nem, még a James Cameron soha életében nem döntött el, hogy ő most egy üzletember, vagy egy filmrendező, és ez az, amit soha szerintem nem eldöntött. Igen, kiváló üzletember. Többek között ezzel a filmmel. Az biztos, hogy nem kiváló rendező, de kiváló üzletember. Az egészen biztos, és hát a film vége pedig a Ghost-tal veszi fel a versenyt. Tehát tényleg... Jó, nem, a filmnek a legvége az valami ocsmány. Tehát amikor már Leo meghalt, és föltámasztja Leót, és a szerelmesek azok együtt kéz a kézben besétálnak a már elsüllyedt hajónak a fogadó termébe, és a halott emberek, akik már a tengerfenéken nyugszanak, azok is föltámadnak, és megtapsolják a szerelmeseket. Ez a vége a filmnek. Tehát, hogy ennél ízléstelenebbül hogy lehet befejezni egy filmet, és a gyémántot ledobja a szerelmének a víz alá,
És de miért dobja le a gyémántot, mikor Koldus szegényen köt ki New Yorkban ez a szerencsétlen nő, Rose, és van egy olyan értékes gyémánt a zsebében, ami minden a történelem legértékesebb gyémántja. Amit ráadásul nem is a Leonardo DiCaprio-tól kapott, hanem attól az Olcsmány Billy-zéntől. Igen, és 100 éven keresztül tartogatja a gyémántot úgy, hogy elmegy varrónőnek, vagy szövőnőnek, vagy minek, és a filmnek a legvégén meg beledobja az óceánba. Tehát, hogy minden ocsmánság megtörténik koncepció nélkül, értelmezés nélkül, semmi szükség nincsen rá. Csak és kizárólag azért, hogy James Cameron facsarja a könyvzacskóinkat, de hiába, mert ezen a filmen, ezen elérzékenyülni nem lehet, ezen a filmen csak az undortól lehet borzongani. A csúcsok csúcsa, a mai number one, a Muzsika hangja című musical. Képzeljétek el, hogy elmentek egy ízléstelen nagynénihez, akinek az egész lakását áthatja a levendulaszag, és a polcok tele vannak kis porcelán kutyákkal. És ilyen kis óra kakukkolva jelzi az időt, amiből egy ilyen tiroli ruhás kisfiú és kislány bukkan elő, akik csókot váltanak egymással. És egyszer csak ezek a nippek, ezek föllázadnak, és elkezdenek filmet készíteni. És azt mondják, hogy mi nekünk kiáll egy saját élet, és egy saját musical, és elkészül a Muzsika hangja. És elkészül a Muzsika hangja. Elkészül az a film, amely most így másodszor nézve jöttem rá, hogy alapvetően egy politikai üzenet. Egy politikai üzenet, amely arról szól, hogy a fenébe van az, hogy értelmes és kulturált emberek tömegei választották Németországban és Ausztriában a nácizmus. Mert ugye ez a film miről szól, a gyermekkórus és a gyermeki szeretet és a nácizmusnak a szembenállása, amely nácizmust először az apa, a szigorú apa képvisel, majd a konkrét nácizmus. És hogy van az, hogy emberek képesek voltak választani a kettő közül, a szeretet és a nácizmus közül a nácizmust. Hát hogy lehetséges ez? Ez a film mindent megmagyaráz. Ez a film megmagyarázza. Ez a film olyan élethelyzetbe hoz benneteket, ez olyan érzésvilágot közvetít, hogy már mi is, magunk is komolyan elgondolkodunk, hogy Uram Isten, lehet, hogy a jobb választás ebben az esetben a fegyveres népirtás? Nem, az az igazság, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az összevetésben ez a dilemma bizony jogos. Igen, tehát, ez dilemma. Igen, ez egy érvényes dilemma, hogy ha a Muzsika hangja hősei és a között, a világ között, amit a Muzsika hangja című musical megtestesít, és a nácizmus között kell választani, akkor mi bizony zavarba jövünk. Tehát, hogy ehhez egy alternatíva, egy érvényes alternatíva. Ne is arról beszéljünk, hogy minden rossz ebben. Ne arról beszéljünk, hogy rossz a színészi játék, hogy rosszak a dalok, ami egy musical, mert nagyon nagy baj. 3 énekelhető dal van össz-vissza, sütve többször, és nagyon a fülünk vászik. Ne erről beszéljünk, hanem arról, ami pluszba megvan. Hogy már eleve az osztrákokat behozni, már eleve egy nagyon, nagyon veszélyes dolog, és hát minden, amit a sógorokban nem annyira szeretünk és gicsesnek tartunk, itt előjön. És az, ahogy az első csók elcsattan, ahogy a kisgyerekek koreográfálva mozognak, ahogy a szerelem szövődik. Azt mondja itt a szerelem szövődésekor a volt apáca, hogy biztos azért jött el ez a pillanat, mert gyermekkoromban vagy fiatalkoromban valami jót tehettem. És ezért. És minden összevág, és ez a film nem is annyira korai, 65-ben készült, ugye pár évvel később legjobb Oscar díjjal szintén kitüntetett mondjuk az Éjfüli Kávból, mekkora film. Vagy csak így behoznám a képbe. Hollywood egy gyanúsas ízléses korszakában kapott Oscar díjak tömegét. 65-ben ez a film 5 Oscart kapott és 5 jelölést, a legjobb film Oscart, és minden idők harmadik legnagyobb jegybevételű filmje az inflációval korrigálva, a Elfújta a szél és a Csillagok háborúja után a Muzsika hangja. Azt képzeljétek el, hogy ezt a filmet letárolták, a soundtrackjét, a CD-t, bocsánat, akkor még bakelit lemezt, föld alatti rádióadókba. Ezt a bakelit lemezt egyébként azóta is kapható a boltba, soha nem hagyták abban a nyomását. Letárolták 20 darab föld alatti rádióadóba, hogyha kitörne az atomháború, akkor utána 100 napig ennek a filmnek a zenéjét sugározzák. És ezt az ostoba, bugyuta, gicses zenét sugározzák. Mi lenne rosszabb az atomcsapásnál? Lehet fokozni az atomcsapásnak a borzalmait? Úgy gondolom, hogy igen. Nézzétek meg ezt. Szerintem teljesen jogos. Ezt az ostmásokat nézzétek meg, mert nem tudjátok elképzelni. Ha láttátok, nézzétek meg újra, és szenvedjetek, mint 100 napig az atomháború után. Ez volt az a lista, amely a 10 mi szerintünk legnyálasabb filmet tartalmazta. A 10. helyen a Benjamin Button különös élete, a 9. helyen a Szabadítsátok ki Willit szerepelt. 8. volt a Ha eljön Joe Black című ocsmánság,
a hetedik pedig az Édes November című gennypárlat. A hatodik a Férfi becsület a fogyatékosoknak és a színesbőrűeknek kifejezetten. Első afroamerikai amputált nehézbóvárról. Az ötödik pedig a halottaknak való kedvező megítélés jegyében. A negyedik a Bambi, minden kisgyereknek és rossz ízlésű felnőttnek. A harmadik az apja lánya, azzal a, mindazzal a szidalommal és gyalázattal, ami a Kevin Smith ellen megfogalmazódhat bennünk. A második a Titanic, amely a legnagyobb elégedetlenségetekre, amely a SMS falról visszaköszön, nem került az első helyre, mert a muzsika hangja az első helyre. Szerintem csak elfelejtettétek. Leszorította. A muzsika hangja az valóban és minden kétséget kizáróan az első. Ahogy báboznak benne. Tényleg förtelmes. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket Dinnyés Gergő kollégámmal együtt. Holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Sziasztok!